Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és egy rövid beszámolóval szeretnénk most jönni az IFIK szájából, hiszen nem tudom, tudjátok-e, vagy hányan tudják, de az elmúlt héten Vácz Dukán töltöttünk 5 napot az IFI táborral, és hát azt tudom elmondani, amit ebben a dalban is énekeltünk, hogy velem vagy. Velünk volt az Úr, ezt kértük tőle, de hát ő meg is ígérte, úgyhogy ez a csapat fiatalit oldalt mind arról tud beszámolni, hogy mennyire meglátogatott bennünket Isten. Minden napra mást készített, és nagyon-nagyon jó üzeneteket, átéléseket, dicsőítéseket, imádkozásokat, kapcsolatokat adott nekünk ezen a héten, úgyhogy én nem is szaporítom a szót, hanem kérem a delegációt, Lillát, Dórit és Fülit, hogy gyertek. És gyertek! És majd ők elmondják Dióhéjban, hogy mit tapasztaltak a héten. Sziasztok! Hát őszintén, nekem az elején nem volt annyira egyértelmű, hogy elmegyek az IFI táborba, mert úgy éreztem, hogy kicsit így kiöregettem már, és láttam, hogy a fiatalabbak mennek. De végül valamiért, egy héttel előtte az Úr mégis a szívemre helyezte, hogy menjek el, és hát nagyon jó volt őszintén, mert annyira jó volt látni ezeket a fiatalokat, hogy annyira ösztönzőek voltak. Jó, tudom, én sem vagyok annyira idős, de hát fiatalabbak voltak nálam, és tényleg nagyon sok erőt és lendületet tud az adni, hogyha látod, hogy a fiatalabbak mennyire ott vannak, és leginkább azokhoz szeretnék szólni, akikben így kérdés volt az, hogy eljöjjenek-e. Egyrészt azért, mert úgy érezték, hogy nem ennek a csapatnak a tagja, vagy pedig azért, mert úgy érezték, hogy már túl idősek ehhez, mert ez a tábor leginkább arról szólt számomra, hogy megmutatta, hogy az Úr mindenkit szeretne használni. A legkisebbektől a legidősebbekig. És olyan jó volt, hogy hihetetlenül nagy egyenlőség volt mindenki között. És nem érezted azt, hogy valaki jobbnak érezné magát, hanem mindenki egyszerűen akkora nagy egység volt, és ez meglátszott az esti alkalmakon is, mert ezáltal mindig az szokott lenni, hogy várjuk az utolsó estét, mert akkor ugye mindenki mindent belead, és addigra már összeszokott a csapat. De most a legelejétől fogva minden este erről szólt, hogy mindenki oda tette magát az Úrnak. Szóval gyertek, légy szia táborba, mert tök jó. Sziasztok! Én sokat gondolkodtam rajta, hogy mit emeljek ki a táborból, ami majd úgy nagyon átadja, hogy ez mennyire jó volt. És rájöttem, hogy mégse szeretnék egy dolgot kiemelni, és nagyon tetszik, hogy Lilla behozta az egység dolgot, mert már az, hogy nem mertünk egyedül kijönni, hanem inkább hárman jöttünk, ez már az, hogy milyen egységben vagyunk. És nekem igazából egy párhuzam jött fel, és egy nagyon rövid történetet itt mondanék, ha belefér. Nem kiemelve ezt a pontját a tábornak, de délelőtt ugye kurzusokon vehettünk részt, külön fiúk, külön lányok. Az utolsó délelőttön az volt a feladat, hogy a fiúk és a lányok is állítsanak össze egy top 10-es listát, hogy milyen a tökéletes férfi és milyen a tökéletes nő a másik nemnek a szemszögéből. És a végén ezt összefésültük, aztán egyeztettük, hogy 10-től felfelé hogyan is néz ki a tökéletes férfi és nő. És nagyon-nagyon tetszett, bár nem lepett meg egyáltalán, hogy az első helyen mind a két oldalon az szerepelt, hogy istenfélő, az Úrral jár, az Urat keresi, és ez nyilván egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, hogy ez az alap, minden más, hogy tisztelettudó, szép, mit tudom én, stb., az ebből jön, és ez után következik. És nekem ez a párhuzam jött fel a táborral kapcsolatban, hogy az volt az alap, hogy mind úgy mentünk oda, hogy mi most az Úrral akarunk időt tölteni, és őt emeltük az első helyre. Az volt a fontos, hogy együtt legyünk, és az Úrral együtt tudjunk időt tölteni. És minden más az, hogy nagyon jó volt a dicséret, hogy jók voltak az üzenetek, hogy jó volt a csoportos beszélgetés, hogy jó volt együtt lenni a barátokkal, az mind attól vált jóvá szerintem, és az én érzésem szerint, hogy az volt az alap, hogy az Úr. És hogy őt az első helyre tettük, ez annyira áldottá tette tényleg az egész hetet, hogy ettől lett igazán jó, és ezért nem is tudnék egy dolgot kiemelni, mert tényleg ettől vált egységgé. És gyertek jövőre mindenképpen. Köszönöm. Sziasztok! Hát én is csak az előttem levőkhez tudok csatlakozni. Még annyit tudnék hozzátenni, hogy
csatlakozva az öregek táborához, nekem ez volt a 7. alkalom, amikor ott voltam az IFI táborban, és egyszerűen jó látni, hogy hihetetlen nagy fejlődésen ment keresztül az egész IFI tábor, az egész közösség, és évről évre azt látom, hogy egyre inkább ez az egység van, amiről ti is beszéltetek, és a másik az, hogy tényleg az Úrért megyünk oda, tehát nem a társalgó, a domináns helység, hanem az Isten tisztelet. És már második este, már hajnalig ott voltunk, dicsőítettünk, és egyszerűen nem tudtuk abba hagyni, és annyira jó volt, hogy tényleg nem a szokásos menetrend volt, meg az utolsó este, meg majd akkor kiárad a Szent Szellem, hanem már az elején beletettünk mindent, és jó volt ezt így együtt csinálni, és mindenki beletette magát, és mindenki jött, úgyhogy annak is ajánlom, aki még nem érzi magát a közösség részének, mert ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk, hogy sok időt töltsünk együtt, úgyhogy mindenkit bátorítok, aki fiatalnak érzi magát, hogy legközelebb is jöjjön. Köszönjük! Mi is köszönjük szépen!